Szélső baloldali marxista politikusnak tartja a sargentini jelentést készítő holland politikust a Mi Hazánk. Duro Dura, a párt elnök helyettese már be is jelentette, hogy a Fidesz-szel szavaz majd a jelentés ellen. Az Egyenes beszéd kontrában Torockai László, Tróna Jégon mellett Szlazsánszky Ferenc és Szerető Szabolcs kérdezi. Teljes létszámban megjelentünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elnök úr, az egyetlen ellenzéki képviselő lesz a jelek szerint Duro Dura az ön képviselője, vagy a Mi Hazánk mozgalom képviselője a parlamentben, aki megszavazza a sargentini jelentést. Kíváncsi vagyok a szempontjaikra. Már csak azért is, mert így is azzal vádolják önöket állandóan, hogy a Fidesz kreatúrája a Mi Hazánk. Ezzel ennek az állításnak nem mennek nagyon szembe. Egyelőre Duro Dura lesz az egyetlen, aztán meglátjuk, hogy hány képviselője lesz még a Mi Hazánknak a közeljövőben, és hogyha több képviselő lesz, akkor azt gondolom, hogy lesz majd normális ellenzék is a parlamentben. Ami a Fidesz kottáját illeti, én inkább azt gondolom, hogy a Fidesz játszik mondjuk az én kottámból, vagy a mi kottánkból, hiszen azok a témák, amiket a Fidesz ural, amivel választást nyert, akár a migráció, akár a határt védő kerítés, az pont tőlem származik, hiszen én 2014-től már kértem ugye a határkerítést társadalom polgármestereként. Tehát nem gondolom, hogy én, vagy akár a Mi Hazánk játszana a Fidesz kottájából. Azt gondolom, hogy a Fidesznek tetszettek meg azok a programelemek, amiket mondjuk ilyen 20-22 évvel ezelőtt már mondjuk újságíróként a Magyar Fórumban leírtam, és amiről beszéltem. Tehát nem újdonságok ezek számunkra. Nyilván nézőpont kérdés, hogy kikinek a kottájából játszik. Mi viszont egy olyan valódi ellenzéki párt vagyunk, amely számára a nemzet és a haza az első, és nem a párt érdek. Tehát minden olyan intézkedést, minden olyan törvényjavaslatot, amely jó ennek a nemzetnek és jó ennek a hazának, azt támogatni fogjuk, és minden olyan kérdésben ádáz ellenfelei, vagy ha úgy tetszik, ellenségei leszünk a kormánynak, amelyről azt gondoljuk, hogy rossz ennek a hazának, rossz ennek a nemzetnek. Szerintem jelentés az mitől rossz a nemzetnek? A jelentés? Ugye el kell olvasni mind a 12 pontot, hogyha a 12 pontot elolvassuk, abból kiderül, hogy ez egy politikailag elfogult, kifejezetten balliberális politikus véleményét tükröző olyan jelentés, amelynek van néhány valós eleme, akár a korrupció az például egy olyan téma, amiről érdemes Magyarországon beszélni, ezt szerintem mindenki látja, mindenki tapasztalja. Az egész társadalomban egyébként jelen van, miért ne lenne jelen a politikában. Ugyanakkor kifejezetten olyan pontok szerepelnek benne, amelyek a balliberális politikumra jellemzőek. Például azt kifogásolja ez a bizonyos sargentini jelentés, hogy problémának tartja azt, hogy Magyarországon a család fogalma az mondjuk nem terjed ki az azonos nemű párokra. Hát ezt mélységesen fölháborítónak tartom, hogy egy külföldi politikus beavatkozik egy ilyen kérdésbe. Mi egy keresztény fundamentumra épült társadalom vagyunk, egy olyan ország, ahol a család fogalma az igenis egy férfi, egy nő és a gyermek vagy gyerekből áll, és ezek mind olyan politikai kérdések, amelyekben nem gondolom, hogy egy külföldi politikusnak meg kell nyilvánulnia, viszont hiányolok ebből a jelentésből például olyan pontokat, mint mondjuk a nemzetközi bankok által megkárosított magyar emberek tömegeinek az ügye vagy a kérdése, vagy például hiányolom ebből a jelentésből azt, hogy miért nem beszél sargentini asszony arról az elképesztő bérszínvonal különbségről, ami az Európai Unióban tapasztalható. Nekünk nem ezt ígérték, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor azt mondták, hogy majd Bécsben nyithatunk cukrászdát, ehhez képest legfeljebb Londonba mehettünk el. De ők azt fogják mondani, hogy erről leginkább mi tehetünk. Igen, ez biztos a Brüsszelnek a hibája, hiszen azért a nemzeti kormány elég sokat tehet azért. Szokták önök azt mondani, hogy például a profitot kiviszik a multicégek, de hát valószínűleg azért vihetik ki, mert Magyarországon olyan a nemzeti szabályozás, hogy ezt megtehetik. Tökéletesen egyetértünk, a Mi Hazánk határozott álláspontja az, hogy valamennyi magyar kormány bűnös egyébként, a baloldali kormány ugyanúgy, mint ahogy a Fidesz kormány bűnös abban, hogy például a multinacionális cégeket kiemelten támogatták, sok esetben a magyar kis- és középvállalkozók kárára támogatták, és támogatják, a jelenlegi kormány is folyamatosan a multikat támogatja. Tehát ezernyi olyan ok van, ami miatt hibáztathatjuk az összes korábbi magyar kormányt, de ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az Európai Unió sem tett meg mindent, hiszen gondoljunk bele abba, hogy mondjuk az operatív programokon keresztül hány olyan mondjuk beruházást támogatnak, vagy hány olyan cél támogatnak, ami nem a bér felzárkóztatás szolgálja, miközben akár közvetlenül direkt módon is adhatna az Európai Unió a bér felzárkóztatásra. Nyilván jó térköveket lerakni egy főtérre, de attól még a bérek, vagy akár a gazdaság nem fog fölpörögni. Az előbb említett, hogy keresztény alapokon áll a Mi Hazánk. Most megnéztem a honlapjukat, illetve a Betyársereg honlapján akadtam rá arra hírre, hogy az ön vezetésével a Betyársereg felvonult Badacsonyban egy gyilkosság kapcsán.
Most a betyársereg az magát nemzeti szocialistának hallja. Tehát a kérdés az, hogy hogyan össze a nácizmus és a kereszténység. Én azt mondtam, hogy a hazánk, tehát Magyarország épült keresztény fundamentumra, ettől függetlenül mi vállaljuk egyébként ugyanezt a jelzőt, bár ezt mi így magunkról nem mondtuk, én azt gondolom, hogy akár a vallás vagy a keresztény értékrend az ne a szavakban nyilvánuljon meg, hanem az de ember tetteiben. Tehát mi nem definiáltuk így magunkat, fogalom, de nyilvánvalóan ezt nem fogjuk, mint nemzeti jobboldali párt. De a betyársereg megtette. Nem fogjuk magunkat. Az a betyársereg öndefiníciója volt, vagy akár inkább Csiritján Zsolt saját magáról elmondott önarcképe volt, vagy kijelentése volt, nyilvánvalóan Csiritján Zsolt. Ön vezette nem, ezt a csapatot most egyébként egészen konkrétan nem a betyársereget vezettem, a betyársereget én nem vezethetem, Csiritján Zsolt vezeti a betyársereget, viszont Csiritján Zsolttal együtt vonultunk föl valóban egy olyan gyilkosságra emlékezve, amit megpróbáltak elhallgatni, hiszen a Veszprém megyei rendőrkapitányság közleménye az még a szombati napon a péntekről szombatra virradó éjszaka történt gyilkosság után még a közlemény arról beszélt, hogy itt dulakodás történt, miközben valójában kivégeztek egy fiatal magyar borászt. Egyébként két cigány származású bűnöző tette ezt, akik fél lábbal éppen a börtönből börtönben voltak. Tehát a betyársereg honlapjára, hogy Toroczkai vezetésével betyárok szállták meg Badacsonyt. Tehát akkor ki téved? Én nem azt mondom, hogy nem voltak ott betyárok, vagy a betyársereg. Önnek nem aggályos, hogy olyanokkal mutatkozik együtt, miközben eltolja magától azt, hogy ez egy szélső jobboldali formáció lenne a Mi Hazánk mozgalom. Akik magukról mondják... Én nem eltolom, én mindig azt mondtam, hogy ez az önök dolga, hogy jó, meghatározzák, és a politológusok dolga, akik saját magukról azt mondják, hogy nemzeti szocialisták. Ami hát azért a szélső jobbtól még szélső jobbabb. Meg kell kérdezni Csiritján Zsoltot, hogy pontosan ő most minek határozza meg magát, vagy mit és hogyan képvisel. Nekem Csiritján Zsolt nagyon jó barátom, én azt gondolom, hogy egyetlen egy olyan ártatlan, Jön a kérdés ebben a dologban, hogy miért adja magát ilyen dolgokhoz? Mert Csiritján Zsolt a barátom. És azért adom, mert sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy mi ott felvonultunk. Egyébként igen, ez egy erődemonstráció is volt, hiszen az az öt biztonsági őr, aki nekünk a barátunk, és nekem személyes barátaim, az a Péter nevű barátom, aki 45 percen keresztül próbálta újraéleszteni ezt a borászt, miután agyonverték, mindenféle ok nélkül csak úgy az utcán megtámadták, és szerintem ez a téma. Én örülök annak, hogy Csiritján Zsolt nézeteiről vagy a betyárseregről beszélgetünk, de ennél sokkal fontosabb szerintem az, hogy egy értékes magyar fiatalembert, egy borászt, aki békésen ott állt az utcán és rosszkor volt rossz helyen, két gyilkológép agyonverte, kivégezte az utcán. Igen, de itt a rendőrségnek erről kellene most beszélni. Nem a betyárseregnek. De hogyha a rendőrség nem látja el a feladatát, sőt, a rendőrség hazudik, és kiad egy olyan közleményt, hogy dulakodás történt, ez nem dulakodás volt, egy embert kivégeztek, egy békés embert kivégeztek, akkor oda kell mennünk, és bocsánat, hagyd tegyem hozzá, hogy tapasztalatunk az, hogy sok ilyen esetben, amikor például ez az öt biztonsági őr, akik a barátaink, és tulajdonképpen akikkel ott felvonultunk, akik most azt mondják, hogy a betyársereg volt, de voltak mi hazánkosok, voltak betyársereg tagok természetesen jó néhányan közöttünk. Ők közöttünk nagyon sokan biztonsági őrként dolgoznak, vagy az éjszakában dolgoznak. Tehát ez egy szolidaritás is volt, amellett az öt biztonsági őr mellett, akik tapasztalatból tudjuk, hogy sok esetben őket kezdik el majd az ilyen bűnözők, vagy a bűnözők hozzátartozói, hiszen a bűnözők most előzetes letartóztatásban vannak, fenyegetni. Tudjuk azt, hogy, és ez egy, igen, ez egy erődemonstráció is volt, mert üzentük, hogy nincsenek egyedül. Nincsenek egyedül. A belügyminisztert, vagy a belügyminisztérium államtitkárát. Megkérdezte. A parlamentben felszólalt, belügyminiszter úrhoz fordult, illetve kértünk állami kitüntetést ennek az öt biztonsági őrnek, akinek nem volt dolga, tehát ők civilben siettek oda egy közterületre, egy parkolóba, hogy leállítsák ezt a két gyilkológépet, aki egyébként ott másokat is megtámadott, nem csak ezt a halálra vert borászt. És ugye tudjuk azt, hogy sok esetben ők kerülnek még bajba, akár ellenük indítanak eljárást, vagy éppen halálos fenyegetéseket. Szerető Szabos kérdezett. Csak azt akartam kérdezni, hogy a kormány, ugye 2010-ben hatalomra került kormány, ugye azt ígérte határozottan, hogy a korábbi gyakorlattal eltérően, ugye itt Magyarországon rend lesz, és a közbiztonságot erősíti. Önök ebből az esetből, amit ez a borzasztó esetből arra következtetnek, hogy itt valami általánosabb probléma van, vagy osztják a kormánynak azt a nézetét, amit különféle statisztikai adatokkal szoktak alátámasztani, hogy itt e tekintetben egyébként javul a helyzet.
A kormány semmit nem oldott meg, a helyzet az ugyanolyan rossz, mint a Gyurcsány kormány alatt. A közbiztonsági helyzetünket legfeljebb ugyanúgy kozmetikázzák, mint mondjuk a munkanélküliség statisztikai adatait, akár a közmunkával, vagy egyéb más, akár a kivándorlással. Ugyanígy állunk a közbiztonság kérdésével. Szőnyeg alá söpörték ezt a problémát. Néhány évvel ezelőtt még a magyar belpolitika cigánybűnözés szótól volt visszhangos, legalább elindult valamiféle párbeszéd, legalább beszéltek erről a létező problémáról. Lehet ezt is a szőnyeg alá söpörni, attól ez még egy létező probléma. Az elmúlt években az Orbán kormány idején semmi más nem történt, mint hogy a szőnyeg akkor alá söpörték. Akkor a statisztikáknak nem hisz a tekintetben? Én nem hiszek a statisztikáknak, hát pontosan tudom, hogy hogyan készülnek ezek a rendőrségi statisztikák. Éppen most mondtam, hogy egy agyonveréstől dulakodást ír a rendőrségi közlemény. Ugyanúgy Jászberényben leszúrtak két békés fiatalembert néhány nappal később a rendőrségi közlemény. És szóváltásról beszélt, ott nem szóváltás volt. Tehát gyilkológépeknek nevezett elkövetők magyarok lettek volna, vagy nem cigányok, akkor is utcára mennek? Nagyon jó példa, éppen ma reggel kellett több interjút adnom amiatt, hogy Ásotthalmon kiplakátoltam annak a tolvajnak a személyazonosságát is fölfedve a történetét, aki a most felújítás alatt lévő óvodánkból lopott el 12 zsák cementet. Nyilván nem szorult rá egyébként, hozzá kell tennem, tehát egy jó módban élő emberről beszélünk. És én úgy döntöttem, hogy engem nem érdekel, ha úgy tetszik, akkor köpök a személyiségével kapcsolatos különböző aggályokra, vagy akár arra, hogy megsértek-e valamilyen személyiségi jogaira, tehát hogy mondjuk megsértek-e valamilyen jogszabályt. Ezek a jogkövetkezményét is vállalja, hogyha följelentik. Természetesen vállalom, sőt azt gondolom egyébként, hogyha a személyiségi jogai megsértése miatt mondjuk engem feljelentene, akkor ez egy nagyon szép precedens lenne, ami után kiderülne, hogyha mondjuk én kapok egy pénzbírságot, mondjuk 100 000 forintos pénzbírságot a bűnöző, a tolvaj személyiségi jogainak megsértése miatt, akkor legalább rá tudok arra világítani, hogy ő pedig 10 000 forint büntetés kapott, egy szabálysértési csekket kapott, miután az óvodából lopott. Én azt gondolom, hogy ennél nincsen lejjebb, és hál' Istennek működik a társadalom immunrendszere, hiszen látható, hogy Ásotthalmon az emberek hogyan reagáltak erre, közfelháborodás alakult ki, de nem söpröm egyébként a szőnyeg alá a problémát, hozzá kell tennem, nem cigány származású a tolvaj. Jó, erre irányult a kérdés, viszont, nem cigány számzás a tolvaj. Viszont ha már ezt mondja. És Pellengére állítottam. Előbb azt mondta Kirikán Zsolt kapcsán, hogy lehet, hogy nem ez a fontos kérdés. Lehet. Lehet, hogy a most következő is azt fogja mondani. De különbséget tett az imént magyar és cigány között a veszprémi, vagy a balacsonyi történet kapcsán. A cigány ember az magyar cigány, vagy cigány? Mindig kilukadunk ennél a kérdésre. Ez nem sokkal azért fontos, mert egy pártot alapított és azt vezet. Van egy létező tehát probléma. Én azt fogják követni, nagyon szíve, tudni nagyon szeretnék szívesen, erre a választ. Nagyon szívesen kifejtem. Elsősorban egyébként a cigány embereknek kell eldönteni, hogy mi az ő identitásuk. Tehát nyilvánvalóan cigány származású emberből is válhat a magyar társadalom, magyar nemzet tagjává, magyarrá valaki. De aki cigány, attól pedig ne vitassuk el azt, hogy ő cigány, hiszen működnek a saját érdekvédelmi szervezeteik, Magyarországon bejegyzett kisebbségként tartjuk őket számon, tehát ez egy létező dolog, nem kell mindig összemosni és azt mondani, hogy most magyar vagy cigány, múltkor ezt már Vujic Trütko kollégájukkal kielemeztük, hogy van-e kettős identitás vagy nincs. Én nem gondolom, hogy nekem erről kell beszélnem, arról kell nekem beszélnem, mint politikus, aki pártot alapítottam, hogy Magyarországon ez egy létező probléma, van egy olyan szubkultúra Magyarországon, ahol menő dolognak számít az, hogyha valaki bűnöző, hogyha börtönviselt, és sok esetben kivetik maguk közül ebből a szubkultúrából azokat az embereket, és rájuk mondják azt, hogy te már magyar vagy paraszt vagy, hogy használjuk akkor ezeket a szavakat, bár azt gondolom, hogy ilyen típusú rasszizmus is egyébként létezik, mert hogy te már nem ezt az életformát követed. Ez igenis egy létező probléma. Hát ezzel most azt mondja, hogy aki cigánynak vallja magát, az bűnöző, aki már nem vallja magát bűnözőnek, az nem lehet ezt mondtam, magyar cigány. Ne adjon a számba olyan szavakat vagy mondatokat, amit nem mondtam. Én azt mondom, hogy van egy olyan szubkulturális közeg, ahol a bűnözés az menő dolognak számít. Miközben a többségi társadalomban, hála a jó Istennek, ez inkább szégyelni való dolog, hogyha valaki tolvaj lop, vagy más bűncselekményt. Vissza, pillanat, egy kérdés erejéig még a Sargentini jelentés ügyére, hogy azt mondta, hogy vannak abban azért olyan részek, amelyekben van igazságtartalom, mondjuk a korrupció. Ugye, amelyek tudjuk, hogy az Európai Uniós pénzek felhasználását is érintik. Ehhez képest önök támogatják azt az aláírásgyűjtést, amit ugye a Hatházi Ákos független képviselő kezdeményezett, hogy Magyarország is csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, vagy önök ezt a kormányhoz hasonlóan szintén szuverenitás kérdésnek tekintik, tehát azt mondják, hogy ez a magyar hatóságnak a dolga, de sokan úgy látják, hogy a magyar hatóságok nem járnak el megfelelően ebben az ügyben. Azért nem, mert nem működnek Magyarországon az ellenzéki pártok. Az ellenzéki pártok katasztrofális állapotban vannak, éppen most esnek szét.
részét egyébként, tehát majd még a következő hetekben, hónapokban hallani fogunk újabb kilépésekről, szétesésekről, újabb frakciókról. Számít arra is, hogy az ön mozgalmához most már pártjához is csatlakoznak? Igen, igen, igen. Tehát nekünk is nőni fog, akár majd meglátjuk a házszabály mit tesz lehetővé, de akár frakciónk is alakulhat, én azt gondolom, de nem csak nálunk igen, de azt gondolom, hogy a baloldal, illetve a liberális oldalon hasonló folyamatok zajlanak. Tehát ez az ellenzék jelen pillanatban, aki eddig ellenzékként működött, ez teljesen alkalmatlan arra, hogy leváltsa a kormányt. Időtlen időkig kétharmaddal a Fidesz kormányozni tud Magyarországon. Ennek ezernyi oka van, egy külön műsorban szívesen majd kifejtem, hogy miért gondolom ezt. Mi viszont azt gondolom, hogy alkalmasak lehetünk arra. Mi egy hónapban mit tudom mondani, hogy mi az, hogy más tudnak nyújtani, mint az egész ellenzéken. Mi alkalmasak lehetünk arra, hogy kormányváltást tudjunk 2022-re egyébként elérni, de ami nagyon fontos, ugye erre a kérdésére azért szeretnék válaszolni, hogy én nem támogatom azt, hogy az Európai Ügyészség vizsgálódjon Magyarországon. Én szerintem is egyébként ez egy szuverenitási kérdés, és van még egy nagyon komoly problémám. Ne csináljunk úgy, mint hogy az Európai Unióban nem lenne korrupció, ne csináljunk úgy, mint hogyha az előző baloldali liberális kormányok alatt nem lett volna korrupció Magyarországon. A Strabag akkor is ugyanígy működött, az Európai Unióban számos helyen a Strabagnak különböző korrupciós ügyei vannak, tehát korrupció jelen van az Európai Unióban, sőt, tovább megyek, konkrét információim vannak arról, hogy miféle korrupciós ügyek zajlanak az Európai Parlamentben, és akörül egy idővel majd előállunk ezzel is. De én azt gondolom, hogy tegyem hozzá azt, hogy ha Magyarországon normálisan működne az igazságszolgáltatás, most nem működik normálisan. Ugye látjuk, hogy politikai alapon próbálják az ügyészség munkáját akár a legfőbb ügyészen keresztül befolyásolni. Ez egy ellentmondás. Itt ezért kéne csatlakozni az Európai Ügyészség. Nem ellentmondás. Nem ellentmondás. Dehogy is nem. Hát a magyar nép eldönti a választásokon. A magyar népnek le kell váltani azt a kormányt, vagy legalábbis olyan üzenetet kell adni ennek a kormánynak, ami nem tudja ilyen módon a saját uralma alá hajtani akár az igazságszolgáltatást. Toroczkai László, Mi Hazánk elnöke ambiciózus terveket fogalmazott meg 2022-re. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Szladászki Ferencnek és Szerető Szabolcsnak köszönöm, hogy itt voltak velem, és feltették kérdéseiket. Önök tett pedig még arra buzdítom, hogy maradjanak továbbra is az ATV-ben, mert jöjj Jakubcsek Gabi, és most el is mondja nekünk, remélem, hogy mi minden lesz a műsorában. Szia Gabi, jó estét! Szervusz, jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Az első témánk a sport tragédiák. Ember tervez, Isten végez, családtagok lesznek a stúdióban, így emlékezünk. A második témánk pedig a ceremóniamesterek kontra vőfélyek, vagy éppen mindkettőre szükség van-e, és ki mit tud hozzátenni a nagy eseményhez. Várom önöket 8 óra 30 perckor. Azt mondják, hogy a vőfély az egy nagyon vidám szakmát visz, hát majd megtudjuk, hogy a műsor mennyire lesz vidám. Jakubcsek Plusz, tehát rögtön köszönöm a figyelmüket. Holnap este, péntek este lévén ismét lesz egyenes beszéd Emiliával, viszontlátásra.